A kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem díszdoktorává avatták tegnap délután Károly herceget, aki ünnepi beszédében többek között elmondta, romániai barátai az ország természeti és kulturális kincsei, hagyományai miatt tér vissza ismételten az országban. A brit királyi család erdélyi magyar gyökerekkel is rendelkezik. Második Erzsébet királynő ükanyja, Rédei Klaudia a Maros megyei Erdőszentgyörgyön született 1812-ben, és az ottani Rédei kastély nevelkedett. Az ország kulturális örökségének, történelmi és multikulturális értékeinek a népszerűsítéséért, az Egyesült Királyság és Románia közti kapcsolat elmélyítéséért díszdoktori címmel tüntette ki hétfő délután a brit trónörököst Károly Velszi herceget a BBTE vezetősége. A címet az egyetem rektora Joan Aurel Pop, illetve a szenátus elnöke Ioan Kirilo adta át. Károly herceg köszönőbeszéde elején románul szólt az egybegyűltekhez. Tisztelt rektor úr, hölgyeim és uraim, nagyon megható számomra, és hálás vagyok ezért a megtiszteltetésért, amelyben ma délután részesítenek. Majd angolul folytatva úgy fogalmazott, megtiszteltetés, hogy Románia legnagyobb múltú egyetemének díszdoktori címét kaphatta meg. Kitért arra is, hogy pontosan 20 évvel ezelőtt, 1997-ben járt először az országban, teljesen magával ragadta Erdély szépsége, a régió természeti gazdagsága. A biogazdaságot támogató brit herceg korábban is kapcsolatban állt a Bábesbólyai Tudományegyetemmel. A felterjesztés az a biológia és geológia kar részéről érkezett, és hát a biológusoknál voltak már személyes kapcsolatok. Charles herceg maga egyes könyveknek úgymond az utószavához, fülszövegéhez hozzájárult, tehát ezáltal is, ha tetszik, akkor promoválta, reklámozta ezeknek a könyveknek. Jelesül egy lepkész könyvről van szó, a terjesztését. Markó Bálint úgy fogalmazott, biológusokként úgy vélik, Károly herceg jelenléte azért is jelentőségteljes, mert a herceg romániai látogatásai alkalmával folyamatosan a fenntartható fejlődést, a biodiverzitás megőrzésének olyan módozatát népszerűsíti, és próbálja érthetővé tenni a szélesebb közönség számára, amely lehetővé teszi azt, hogy a hagyományos gazdálkodás megtalálja a szerepét a mai modern világban.